Mr. Miyagi rejtegette ezt, szóval ha kinyitjuk, azzal megsértjük őt, nem? Mi most Mr. Miyagiról beszélünk. Miért ne bontanánk ki az elrejtett kincsét? A hatodik évad elején izgalmas volt, hogy visszahoztuk az első évad ízét, vagyis hogy itt átlag emberek élik az életüket. Csak nem Johnny Lawrence toppant be. Kéne kölcsön egy vendégmatrac. Jól van, gyere be. És ez az első alkalom a sorozatban, hogy az adott pillanatban nincs főgonosz. Harc! A hatodik évadban úgy tűnik, hogy az összes gonosznak vége, Kriz szökésben. Mihez kezdjünk egy karatés gonoszok nélküli világban? Ez a csodás béke csendje, hogy nincs több karate háború. Mi lenne, ha tényleg egy jó ügyért indulnának egy versenyen? Nem a bosszúvágy hajtja őket, nem azért, mert bánnak valamit, hanem mert valamit le akarnak zárni. A Sekai Taikai a modern harcművészet történetének legrangosabb karate versenye. Ez már kihívás, élethalál harc. Az első öt részben a srácok arra koncentrálnak, hogy felkészüljenek a Sekai Taikaira. Szerintem Anthonyban a legklasszabb, hogy látjuk, ahogy változik, miközben felnő. És ahogy én is növök a sorozatban. Klassz látni, ahogy megtaláljuk a helyünket a világban. A Sekai Taikai kép bekerülése, ami egy világbajnokság, amin az összes karakter ott akar lenni, kimerítő. A Stanfordra mennék. Újra megnézik a jelentkezésem, és az megváltoztatná az életem. Az évad elején mindenki rá akar jönni, hogy mi jön még. Mit fognak csinálni? Életének ezen pontján Sam próbál rájönni, hogy hol is tart most. Robbie egy nagyon összetett, érzékeny tinédzser, akinek jobban kéne az eszére hallgatnia, mint a szívére. Muszáj győznem. Nekem nem. Én nem ezt mondom, csak... És mert én nem megyek egyetemre, az enyém nem változhatna. Dimitri mindig úgy áll hozzá, hogy ez a terv, ezt fogom csinálni, és csodálatos lesz. Remek önéletrajza van, így született. Kenny megmutatja a kapcsolatot közte és Anthony között, és gondoltam, ha a való életben köztünk lévő kapcsolatot felhasználom, az sokkal érdekesebb játszani. Devonra nem jellemző a csalás, de minden évadban azt mondja, hogy bajnok lesz. És mindig pofára esik. Szóval nagyon kellett a győzelem. Daniel és Johnny barátsága jobban középpontba kerül. Bármit megteszek, hogy győzelemre segítsem a Miyagi-dót. Tényleg igyekeznek kedvesebbek lenni, mert fejlődtek. Mások, mint az első és második évadban. Igyekszem felvenni a fehér gít. Ami kellemes, ha ki van vasalva. Az első öt részben Johnny szakít a kobrakájjal. Félretolja az Eagle Fanget, mert úgy érzi, az a kobrakáj másik változata, és kész elmélyülni a Miyagi-dóban. És nem most kell begyávulni! Soha nem dolgoztam még Billyvel korábban, de nagyon élveztem. És olyan közös jeleneteink voltak... Igen, imádtam, amikor elmentünk házat nézni. Kiszárdalok fönn. Azokat a szárnypróbálgatásokat. Eközben Danielnek sok minden más okoz fejfájást. A házban elrejtve megtalálja Mr. Miyagi titkokkal teli dobozát. Válaszokat keres Miyagiról, és elképzelhető, hogy mindennek köze van valaki halálához a múltban. A támadója szerinte Kisuki Miyagi. Szerintem mindenki nagyon meglepődött, hogy Kriz visszatért. Szerintem a rajongók eldobják az agyukat. A Cobra Kai nem létezne Kriz nélkül. Igen. Ő maga a Cobra Kai. Igen, fura, mert biztonságérzetet kelt, pedig nem kellene. Ő a rossz fiú. De van valami Krizben, amit olyan jó nézni. És aztán megjelenik Kim mester. Eljött az idő, hogy a tanításait az egész világ megismerje. Nem. Ebben az évadban kiderül, hogy milyen kapcsolat fűz minket össze. Kim mester talán nem értette meg, hogy... Érezhető, hogy a völgyben élő srácok életük legnagyobb kihívásával néznek szembe. Ti hatan a Miyagi-dóért harcoltok. Életetek legnagyobb kihívása lesz. Hogy győzzünk, ott kell lennünk egymásnak. Mindenkinek. A koreai Cobra Kai félelmetes, mind kemények. Brandon lerúgná az Empire State Buildinget is. Ők tudják, amit a karaktereinknek tudnia kellene. Ők tényleg képesek rá.
Valódi főgonosz tér vissza a Cobra Kai-ba. Újra vezető szerepet kap Chris, ez nagyon jó érzés. Nem láttál még olyat, aki olyan ügyesen pörgött volna hármat, mint Brando? Egy teljes fordulatot csinál, ami... Hihetetlen. Először azt hittem, csak epizód szereplő leszek a sorozatban. Amit az írók csináltak Torival, az út, amit bejárt, az, hogy itt lehetek veletek a hatodik évadban, elképesztő. Tori hosszú utat járt be. Ha győzünk, csak arra fognak emlékezni. Jól ismerjük az életét. Az idei évadban csatlakozik a Miyagi-dohoz. A csoport befogadja. Szemmel lassan barátságot kötnek, de a háttérben ott van a beteg édesanyja. Örömmel látom, hogy még egyszer. Chris Sensei elmegy Torihoz és elhinti a kétség magvait, hogy sosem lesz a Miyagi-do igazi tagja. Befogadtak, de sosem fogsz oda tartozni. Amikor az édesanyja meghal, ő pedig gyászolja, de Samantával meg kell küzdenie a kapitányi címért, amit megállítanak, és ezért kiborul. Ez nem fair! Együtt érzel Torival, és erre nem számítottál, amikor a sorozat elején megismerted. Szép volt, LaRusso, elment az egyik legjobb harcosunk. Miért nem álltál mellém? Mert ő harcolni akart. Az anyja meghalt, te eszednél vagy? Éppen feldolgozta! Amikor megjelenik, és Daniel, Johnny és a gyerekek meglátják őt a Sekai Taikai-on, rájönnek, hogy ez a lány, aki szenved, egy tornádóvá változott. Nem csak csatlakozott a Cobra Kai-hoz, hanem annál a Cobra Kai-nál van, amiben Kwan és Yun is. Tori össze van zavarodva. Egyikőjük sem érti! Aljas módon harcol. Aztán kiborul, és elfelejti azt a sok jót, amit Amanda és Daniel tett érte. És ellöki magától a lehetőséget. Mennem kell. A völgyet talán rendbe tettük, és a Miyagi-do készen áll bármire, amit a sors elévet. Chris Koreában sereget gyűjtött. Abban a pillanatban Johnny és Daniel szembesül azzal, hogy a nagy gonosz farkas visszatért. Az ötödik rész vége felé rengeteg idegtépő pillanat van, és a legvégén felmerül a kérdés, hogy most mi lesz. Mindenki imádja, hogy Daniel és Johnny... csipkedik egymást? Ők a legérdekesebb páros. Gondolkodtam a nagylelkű állásajánlatodon, és adok neki egy esélyt. De én nem egészen azt mondtam, hogy... Játsszuk lassan a játékot. Hova teltem a táskámat? Ezeket a csomagokat magunkkal visszük Barcelonába. Johnny apa lesz. Úgy tekint a Sekai Taikai-ra, hogy ha ezt megnyerik, megismerik a nevét, híres lesz, rajongói lesznek, meg ilyenek. Az élete értelmet nyer, ha győznek. A bajnokság fontos, de mindenkinek sok konfliktust kell megoldania. Győzni, veszíteni, nem ez szám. Továbbra is tegyél meg mindent, és mindenki tisztelni fog. A következő részek tele vannak akcióval. Szórakoztatóak. Nem akarok felvágni, de szerintem nekünk van a legnagyobb küzdelmünk a következő részekben. Ez a világbajnokság. Az Orwelli gyerekjáték volt. Magasabb szintű harcművészet, amilyet még nem láttunk itt. Erre senki nem számít. Még feszültebb, még izgalmasabb lesz, és senki nem tudja, mi vár még rá. Erre készültünk, a Miyagi-dósok keményen edzenek. Bármi megtörténhet, és a legjobb küzdelmeket láthatják a sorozat történetében. Magasra tettük a lécet. Rengeteg minden van robbanás közeli állapotban az ötödik rész végén. És a többi karate dojót még nem is láttuk. Mindenki fantasztikus ebben az öt részben. Minden történetszál a lehető legjobb. Egy Cobra Kai féles védasztal. Johnny és Daniel a legmélyebb ponton vannak, amikor együtt akarnak dolgozni. Mert mindketten hűségesek a gyökereikhez, és azok nem férnek meg egymás mellett. Amikkel a Sekai Taikai-ra érkeznek, azokat nagyon nehéz kint hagyni. Harcolnak a csapat munkahelyett. Rengeteg konfliktust kell rendezniük. A rajongók oda lesznek azért, amit látni fognak. Kezdődjék a játék! Kifizetődik a munka a következő öt részben. Nézzétek!